Sziasztok, heti kutyások, sok szeretettel köszöntelek benneteket innen a Hannas Icons Golden Retriever kennelből, és Balázs Hannával beszélgetünk a fajtáról. Kezdjük azzal, amit így a Golden Retrieverről sokan tudnak, hogy rendkívül népszerű fajta. Te mit gondolsz, hogy minek köszönheti a népszerűségét? Több szempontból népszerű. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon szép kutyák, tehát a szemnek is egy élmény. Másrészt fantasztikus tulajdonságaik vannak, nagyon könnyű velük együtt élni, gyakorlatilag az emberért élnek. Ez ugye a Golden Retrievernek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy will to please legyen. Tehát nekik az a lényeg, hogy megfeleljenek nekünk. Tehát azt lesik, hogy miben tudnának nekünk segíteni, vagy megfelelni. És nagyon intelligensek. Kicsit nézzük meg a nevét. Ugye Golden Retriever a név, a Golden az akkor azt jelenti, hogy aranyszínű, mert én mostanában eléggé fehéreket látok. A Golden Retriever színe hivatalosan a krémtől a sötét aranyig terjedhet. A kiállításokon régebben gyakoribbak voltak a világos kutyák, de én úgy látom a tendenciát, hogy jó ideje már egyre többen keresik a Golden, az igazi, sötétebb Golden Retriever kutyákat, és ez valószínűleg kedvező lesz a fajta szempontjából is, hogy többet fogunk belőlük látni. És ha születik egy aranyszínű kutyának kölyök, azok aranyszínűek lesznek, vagy az is színes lesz, vagy egy krémszínűnek? Nagyobb valószínűséggel lesznek az aranykutyának arany kiskutyái, és egy krém szülőpártól nagyobb valószínűséggel születnek krém kiskutyák, de láttunk mi már karombarjút, ahogy szoktam mondani, tehát két sötét arany szülőpártól született 10 kiskutya, abból volt 4 sötét arany, és egy hófehér például. A többiek meg ilyen átmeneti színek voltak. Meg előfordul az is, hogy krémkutyának aranykiskutyája, sötét aranykiskutyája születik. Mit jelent a retriever szó? A retriever az visszahoz gyakorlatilag, mivel ők a portírozó kutyák, vadászkutyák, vízivadászkutyák arra lettek kitenyésztve, hogy lövés utáni munkába segítkezzenek a vadászatokon. Nagyon jól kell jelölniük, tehát az sebzett vagy a meglőtt állatokat megtalálni és behozni a gazdájának. Uh-huh. Ez akár sok száz méter is lehet, amit nekik jelölniük kell, illetve bármilyen terület, a nádastól, a vizen keresztül, a mezőn, az erdőn, bárhol, ahol használják őket. Ugye apró vadról beszélünk, fácán, kacsa és nyúl legfőképpen. Ugye vadászkutyákról van szó, vadászpuskával lőnek a vadászaton, illetve a képességvizsgán is, meg később a munkavizsgán is, tehát nekik bírniuk kell a lövést. Hogyan jelenik meg a mindennapjaimban, hogyha én egy Golden Retrievert, egy vadászkutyát viszek haza a lakásomba? Nagyon fontos neki, hogy le legyen fárasztva kellőképpen, mind fizikailag, mind pedig agyilag. Uh-huh. Mert egy okos kutya, és ha nem kap feladatot, akkor keres magának, és ez nem biztos, hogy annyira kedvező lesz a lakás szempontjából. Tehát naponta minimum másfél órát ki kell mozgatni, ami szabad mozgást jelent, tehát nem pórázón sétálunk vele, mert ugye az életben nem lehet lefárasztani, kivéve ha már idős. Erdőn, mezőn úsztatni, tehát szabad mozgás, és akkor utána el vannak nyugodtan, tehát fekszenek, amíg nincs új feladat. Feladatokat kell nekik adni, akár labdát dobálunk nekik, játszunk velük, vagy megkerestetünk velük valamit. Említettél egy érdekes példát, amikor készültünk erre az interjúra, hogy ugye a retriever az azt jelenti, hogy visszahoz nekem dolgokat, és nekem gazdiként ennek minden esetben örülnöm kell. Elmesélnéd nekünk itt az interjúban is? Hát az elmúlt 15 évben, amióta Golden Retrieverem van, kaptam már mindent, tényleg azt gondolom, hogy mindent. A legutóbbi két élményem mesélem el. Egy mező szélén, egy erdősávból egyszer csak megjelent az egyik kutyám egy ilyen félnyullal, ami még meglehetősen friss volt, tehát nem régen találhatta, valószínűleg rókák szedhették szét, és ugye hozta nekem nagy örömmel. Hát én nem voltam annyira felhőtlenül boldog, de akkor is el kell venni tőle, és meg kell dicsérni, ugyanis mindig kézbe kell aportíroznia egy retrivernek, soha nem dobhatja le elénk, vagy rakhatja le. Ez pont abból jön, hogy vadászkutya, és egy sebzett fácán mondjuk elrepül, ha nem fogom meg. Aha, tehát hogy azt jelenti, akkor ez a kalandos benne, hogyha hoz egy döglött halat, vagy azt döglött kacsát, vagy döglött nyulat, akkor ezt kézbe kell nekünk venni. Igen, meg egeret. És nagy örömmel azt van. Mondani, hogy bravo, okos. Igen, kutya. És nagyon megdicsérni, ugyanis a feladatát végezte el. Tehát ő nagyon ügyesen teljesítette, amire ki lett tenyésztve. De kaptam már élő madarat is.
Szerencsére túlélte, ugyanis puha fogásra kell, hogy legyen egy Golden Retrievernek, illetve egy más típusú retrievernek is, ami annyit jelent, hogy bármit, amit a szájába vesz, az nem foghat rá erősen. Tehát csak puhán. Uh-huh. Tehát éppen ezért nem sértheti a vadat például. Tehát itt is elvettem tőle a madarat, és ment útjára. Ezt is vigyük akkor már végig, a puha fogású kutya mit jelent a gyakorlatban, hogy otthon nekem egy puha fogású kutyám van? Például beadom a szájába a lufit, és nem fogja kilukasztani. Például nem játszhatok vele ilyen húzigálós játékokat, mert egyrészt tönkreteszem a fogását, másrészt a fogainak sem túl jó. Kinek ajánlható jó szívvel a fajta? Gyakorlatilag elég sok mindenkinek ajánlom, de legfőképpen azoknak, akiknek sok idejük van, szeretnek a természetben lenni, kirándulni, akár sportolni, mert egy remek társ. Tudunk mondani néhány célt? Tehát egyrészt ugye van ez a társállat, mint cél, de... Családi kedvenc. Családi kedvenc. Igen. És akkor van a vadászat, ugye? Van, aki vadászkutyának veszi, illetve vannak vadászatot imitáló munkaversenyek, ezeket working testeknek nevezzük, ahol egy ilyen fél kilós vadimitációs tárgyal lehet gyakorolni, illetve versenyezni. Ezt is nagyon szeretik a kutyák. Lehet velük agilitizni, bár én azt gondolom, hogy egy show goldennek nem az igazi, ugyanis sokkal nehezebb csontozatúak, nagyobb szőrűek, megterhelő nekik ez a sok ugráltatás, meg futtatás, ami egy agility pályán van. Tehát egy könnyebb felépítésű kutyának lehet, hogy jó. Dog dancingelnek velük akár, terápiás kutyának használják őket. Nagyon sok segítő kutya van, Golden Retriever, vakvezető kutyák, akár robbanószerkeresőnek. Látom, nálatok hamarosan fognak születni kiskutyák, ugye valakikhez kerülnek. Hogy készüljek föl, mire számítsak? Ilyenre gondolok, hogy bent tartsuk, kint tartsuk. Én csak és kizárólag olyan gazdinak adok kiskutyát, aki családtagként kezeli, vagyis bent és kint is tartja a kiskutyát. Tehát kizárólag kint tartás a kertdísznek én nem adok Golden Retrievert. Mindezért, mert őnekik az az életük, az a családjuk, hogyha az ember mellett vannak. Tehát ők akkor boldogok, akkor kiegyensúlyozottak. Mi a helyzet a szőr kérdésre? Ezt mindenfajta bemutatónál meg szoktam kérdezni, hogy kezeljük ezt, mire számítsuk. Azt szoktam mondani, hogy a Golden Retrievernek egyetlen egy rossz tulajdonsága van, az, hogy állandóan hullik a szőre. Tehát ezt tudomásul kell venni. Tehát ha valaki ezt nem bírja, akkor ne vegyen ilyen fajtát, vagy ha esetleg allergiás a kutyaszőrre, akkor mondjuk én is az voltam, de kinőttem, akkor ez annyira nem javasolt. Viszont nagyon sok mindent tudunk ez ellen azért tenni. Egyrészt egy idő után az ember olyan ruhákat fog felvenni, ami taszítja a kutyaszőrt. Például most te feketében az interjút, de... Igen, ez nem a legtökéletesebb, nem a fekete szín miatt, hanem az anyag miatt, tehát azért a pamut az elég szépen szedi a szőrt. De mivel hát nekünk kieltesi kutyáink vannak, ők elég sűrűn megfordulnak a kozmetikával, de azok a kutyák is, akik nem járnak kiállításra, így másfél-két havonta ajánlom, hogy vigyék el. És akkor ott hagyják a kozmetikusnál a felesleges szőrt. Sokkal ápoltabbak, jobban szellőzik a szőrük, és kevesebb szőr marad a lakásban. És még egy probléma lesz ezzel a szőrrel, most én azt veszem észre, hogy 20 perce vagyok itt kávé, de hogy ide jönnek és az öletbe teszik a fejüket, tehát hogy nem tudjuk nagyon elkerülni. Nem, de nem is akarjuk, tehát ezért szeretjük őket, mert ők ilyen bújósak. Mennyire őrzik ők a házat, mennyire jeleznek, ugatnak? Semmennyire nem őrzik, ugyanis ez az egyetlen dolog, amire nem taníthatóak a retrieverek, tehát ők nem házőrzők, semmiféleképpen nem tudnak, tehát nem őrzővédő kutyák. Jelzőkutyának jók. Tehát, hogyha egy idegen jön, akkor ugatnak, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ugatnak egyet. Mondjuk nálunk ugye 6 kutya él együtt, van egy falka vezérünk, aki először ugat, és hogyha nem szólok rá, hogy fejezze be, akkor a többi is elkezdi. Viszont ha rászólok, akkor csönd van. Alkalmasak-e a kutyáink közös tévénézésre? Abszolút. De sőt, meg lehet tanítani, hogy hozzák a távirányítót, a papucsot, a takarót, bármit. Most a nézőinktől kérek egy kis elnézést, itt lehet, hogy lesznek bemozdulások a képben, mert pillanatnyira 2 kutya van az ölembe, akik ide jöttek az interjú közben, de folytatjuk. Vannak-e tippjeid, hogy hogyan készüljön az, aki új Golden Retriever gazda lesz, ők érkezik a lakásába? 2 hónaposan lehet ugye 8 hetesen elvinni a kiskutyákat, 3 hónapos korukig naponta 4-szer kell nekik enni adni, és ugye nyilván a szobatisztaságra szoktatás miatt ki is vinni, tehát ezt eleve meg kell oldani. Utána fél éves korukig pedig napi 3-szor. Ezt szintén meg kell oldani. Én azt szoktam ajánlani, hogy mivel egy kiskutya, az rákhat.
ezért eleinte drága dolgokat ne vegyenek nekik. Hogyha ezen a korszakon túl vannak, akkor nyugodtan lehet gazdi kívánsága szerint rájuk költeni mindenféle játékra vagy fekhelyre. Okozhat-e problémát a mindennapokban, hogy egy vadászkutya, egy retriever van velünk? Hát annyiból igen, hogy mondjuk minden, ami mozog, az nekik érdekes, mivel hogy vadászkutyák, és hát nagyon fontos a tanítatásuk, tehát például egy kiszaladó macskára, vagy egy mezőn, egy kiugró nyúlra, vagy egy őzre nagyon fontos, hogy vissza tudjuk hívni. Hát, hogyha valaki kisgyerek mellé szeretne, akkor jól értem, azt kell eldöntenünk, hogy tudunk-e elég időt a kutyára is fordítani. Igen. Van jó példa, például az előző alomból egy 4 gyerekes családhoz ment az egyik kiskutyánk, volt kutyás múlt. Másrészt az anyuka az otthon van, tehát sokkal több időt tud velük tölteni. Volt egy nyaruk, amikor összeszokhattak, és most meg a gyerekek már igazából iskolában, óvodában vannak, és így délelőtt a kutyáé. És nagyon sokat dolgoznak vele, tehát foglalkozik vele, járnak kutya óvodába, úgyhogy azt gondolom, hogy jó döntés volt. És akkor olyan szempontból, hogy kisgyerekekkel megvan-e maga a fajta? Tökéletesen. Oké, tehát arra nem kell külön figyelni, a kisgyerek olyan szempontból jelent majd feladatot, hogy maradjon elég idő a kutyára is. Egyrészt, másrészt a gyerekeket kell egy kicsit leszabályozni, hogy például soha nem ülünk a kutya hátára, tehát ezek nem lovak. Tehát nem kell belenyúkálni a szájában, nem fog semmit csinálni, de nem. Tehát ezt meg kell tanítani, nem húzzuk a fülüket, a farkukat, simogatjuk. Tehát meg kell tanítani a szülőknek, hogy nyúlunk egy kutyához. Most nem csak Goldenről beszélek, hanem bármilyen kutyáról, hogy ez később ne okozzon problémát. Vannak-e a fajtára jellemző betegségek, és hogy mit lehet tenni, hogy ezeket minimalizáljuk? Mint minden fajtánál, a Golden Retrievernél is vannak fajta betegségek. Hát ugye a diszplázia a legfontosabb, az egyik legfontosabb. Csípő, könyök és vállizületre szűrhetjük a kutyákat, amit beküldünk egy bizottságnak, egy 3-tagú bizottság bírálja el, és ez alapján kapunk egy eredményt. És ez ugye meghatározza, hogy későbbiekben tenyészhető vagy sem a kutyánk. Aztán vannak szembetegségek, ilyen a szürkehályog, entrópium, katarakta, stb., amire minden évben meg kell szűretni a kutyákat, főleg tenyésztésbe vétel előtt. Aztán vannak genetikai szűrések, szintén szemszűrések, ezek a PRA-k, PRA 1-2, PRA PRCD, van egy ilyen izomgyengeség, amire szűrhetjük, illetve van egy bőrbetegség, ez az ichtiózis. Tehát ezekre genetikailag akár párnapos kiskutyákat meg lehet szűretni. Viszont én azt gondolom, hogy nagyon egészséges fajta. Tehát mi állatorvosnál csak az oltásoknál járunk. Nyilván, ha odafigyel erre a tenyésztő, akkor egyébként nem jellemző meg. Akkor tehát igen. Kiszámítható, hogy mi történik. De... Többnyire, de azért azt hozzá kell tennem, hogy a diszplázia az nem 100%-ban kivéthető. Tehát előfordulhat sajnos. Teljesen mentes szülőpártól, úgy, hogy a felmenők, testvérek között is szinte mindenki mentes vagy átmeneti volt, előfordulhat diszplázia. De ennek a valószínűsége minimális. A diszplázia az egy környezeti hatásnak is betudható betegség. Tehát ezért például én kikötöm a gazdáimnak, hogy 1 éves korukig nem lépcsőzhet a kutya, nem futtathatják, mármint az ő saját tempójukba, csak amennyit a kutya szeretne, ha meg akar állni, megálljon, illetve izületvédőt kell nekik adni. 1-1,5 éves korukig. Főleg ilyen 5-6 hónapos kor között annyira gyorsan nyúlnak a kutyák, hogyha nincs megtámogatva ez a dolog, akkor súlyos dolgok lehetnek, független attól, hogy egyébként egy jó genetikával induló kutyáról beszélünk. Még egy kérdés felmerült bennem, hogy ha a kiskutyát választunk, szerinted most kant vagy cukát vigyünk haza? Azt szoktam mondani, hogyha nincs tenyésztési szél, illetve nem szempont az, hogy mekkora a kutya, mert ugye egy kankutya az jóval nagyobb, tehát akár 10 kilóval is nehezebb lehet, meg hát ugye jóval magasabb és testesebb is, akkor nem ez alapján kell dönteni, hanem a jellem alapján. A Golden Retriever nemek között nincsen akkora különbség egy kan meg egy cuka között jellemre, mint mondjuk egy őrzővédő fajtánál. Tehát mindenképpen az alapján választunk, hogy ki az, aki karakterben leginkább hozzánk passzol. Illetve én alapvetően szukás voltam mindig is, de az utóbbi időben már ez megváltozott valamilyen szinten. Főleg azért, mert 6 kutyával járok sétálni, a 3 kan az ott van mellettem. Tehát 20 méteren belül vannak, vagy max. 50.
szukák azért vadásztam. Tehát ők azok a kutyák, akik ha meglátnak valamit, tuti, hogy elmegy és megnézi, hogy mi az. És lehet, hogy kétszer kell szólni, hogy vissza tudjam hívni. Tehát nem feltétlen elsőre állnak, mert kanaz a sokkal, sokkal jobban kezelhetőek, kiszámíthatóbbak a kankutyák. Ugye a másik meg, hogy a szukák tüzelnek. Tehát azért akkor, abban az időszakban igen komolyan oda kell rájuk figyelni egy 3-4 hétig. Köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt nekünk, és hogyha tetszenek ezek a fajta bemutató videók, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot ide a videóra. Amúgy meg szívesen fogadom a fajta ötleteket, hogy kihez látogassunk még el a következő filmmel.